Az ukrán hadsereg nyomása alatt kivonuló oroszok igyekeztek a lehető legnagyobb mértékben tönkretenni Herson város és a megye infrastruktúráját. A pusztítás hatalmas, közöltett Mitroszaharuk. A DTEC energiaipari vállalat megbízott igazgatója szerint jelenleg Hersonra úgy kell tekinteni, mint olyan régióra, ahol egyáltalán nincs áram. A megszállók a teljes elektromos rendszert megsemmisítették, mondta Szaharuk. A megbízott igazgató emlékeztetett, Kijev megye visszafoglalása után a hálózat helyreállítása 30 napot vett igénybe. Ebből kiindulva a munkálatokra Herson megyében is körülbelül ennyi időre lesz szükség.